Szeretettel köszöntök mindenkit, Hajtó Kornélia vagyok, szilikát szakrestaurátorként dolgozom, és egy ideje már a pirogránittal foglalkozom, azt kutatom ezt a kerámia anyagot, ami a Zsolnai gyárnak egy terméke. Előadásom címe a pirogránitról és a pirogránitról, círi betűkkel, ahogy látják, ez egy Oroszországban kifejlesztett szintén kerámia anyag, és erről fogok beszélni, hogy a kettőnek mi köze egymáshoz, és hogyan alakult ki ez a névhasználat a kerámia iparban. Egy alcíme az előadásomnak, mi köze ennek az egésznek Görgei Artúrhoz, hát ezt majd ki fog derülni reményeim szerint az előadásból. Az első képen a pirogránit, pirogránit Y-nal, vagy ugye ciril betűkkel, ez a kérdés, amiről én most itt beszélni fogok. És rögtön itt az elején az előadásnak meg is adom a választ. A pirogránit egy fantázia név, amely a Zsolnai gyár bizonyos építészeti kerámia termékét jelöli. Az 1890-es évektől ez egy ilyen nagyon szép és manapság elfogadott meghatározás, valamint egy Oroszországban kifejlesztett, nagyrészt útburkolásra alkalmazott tömör kerámia anyag. Tehát itt meg is adtam a választ, hogy miről fogunk beszélni, de azért ezt az egészet egy kicsit bővebben szeretném kifejteni. Ugye a pécsi Zsolnai gyárról, ha valaki orvos és a gyár történetet nézi, akkor mindig van egy mondat az elején, hogy már 53-ban idősebb Zsolnai Miklós ugye megvásárolja Ignác fiának, aki Vilmosnak a bátyja, a lukafai kőedény gyárnak a berendezés felszerelési tárgyait, és így indult tulajdonképpen Pécsen a Zsolnai gyár, hogy van egy 10 éves Ignác vezetése alatt lévő gyár. Ezt a korszakot általában, hogyha olvasnak a Zsolnai gyárról, akkor egy mondattal el szokták söpörni, hogy Ignác tönkrement, nem tudta és végre átvette az öccse, aki milyen sikeres lett. Én most itt szeretném egy kicsit többet elidézni Ignácnál, ugyanis véleményem szerint ez elég méltatlan, hogy egy mondattal leszokták, hogy ő csődbe vitte ezt a gyárat és hogy nem sikerült. Ez azért ennél jóval árnyaltabb, és Ignác igenis megérdemel, hogy figyeljünk rá a Zsolnai gyár indulásánál, és hogy megkapja méltó helyét és megítélését. Tehát egy pár szóban, hogy is volt ez. Ugye Ignác az első szülött, tehát idősebb Zsolnai Miklósnak az első szülött fia. Ő nagy hazafiként részt vett az 1848-49-es forradalomban is nagyon nagy híve volt magyar szellemiségnek és a magyar hazának, egy igazi hazafi volt. Nemzetőrként Batthyány felhívására tevékenykedett, és Kossuth-tal együtt Törökországba emigrált a forradalom után. Azután, mikor Kossuth-ot meghívták Amerikába, és egy szűk környezet mehetett csak vele, akkor a többi kísérője ide-oda elmenekült, akkor ment Ignác Bukarestbe, és ott élt egy pár évig, amíg lecsendesedett a Bach korszak, és már úgy ítélte meg, hogy hazatelepülhet, akkor Bécsbe hazament fájó szívvel és siratva a hazát. És ekkor édesapja, látva, hogy egy csalódottság van benne, elküldte mezőgazdasági iskolába tanulni őt, Magyaróvárra. Amihez nagyon közel van Lukafa, ez Pécs környéke, Baranya megyébe vagyunk végig. És ott Magyaróváron a mezőgazdasági iskolában a tanulmányai alatt látogatott el a lukafai kőedénygyárba, ahol megtetszett neki a kerámia készítés, és beletanult ebbe is. Tehát mikor elvégezte ezt az iskolát, akkor Pécsre úgy érkezett már vissza, hogy nem csak mezőgazdasági szakember, de igazából a kerámia szakma is már a kezébe volt. És ugye Pécsen idősebb Zsolnai Miklósnak a Bazár nevű kereskedelmi egysége, ahol mindenféle terméket árultak, ami a házhoz és háztartás körül és egy házba szükséges, a szaniterektől kezdve az edényeken át a textilekig, bútorokig minden kapható volt. És ott szembesült és beszélgetett édesapjával, hogy tulajdonképpen a cseh olcsó kerámia elözönlít a Magyarországot, de hogy mennyivel jobb lenne helyben termelni. Ebben a gondolatában szerepet játszott a Széchenyi gondolata, hogy a magyar termelés és a magyar ipar fejlődjön hazai termék és hazai nyersanyagból. Tehát itt is a hazafisága abban, hogy létrehozták édesapjával végül is ezt közösen ezt a
megalapozták a Zsolnay gyárat, ez ebben gyökerezik. Úgyhogy itt jött az ötlet, és éppen akkor felszámolás alatt állt a lukafai kőedénygyár, tehát megvásárolta édesapja Ignác számára a lukafai kőedénygyárnak a berendezési tárgyait, és Pécsre átszállították, és itt indult el a kerámia gyártás. És nagyon fontos kihangsúlyozni, mivel most egy építészeti kerámia termékről beszélek, hogy Ignác korszaka, ez a 10 év, amíg ő vezette ezt a gyárat, ott már elindult az építészeti kerámiának a termelése tulajdonképpen, és egy nagyon jó minőség és nagyon szép kerámia elemeket, építészeti terrakotta gyártást, tehát ezt így nevezhetnék, és mai napig a Pécs épületein szerte szét ezek az Ignác korabeli épületdíszítő elemek megtalálhatóak. Itt például a Szepesi Ignác utca 8-10 szám alatt lévő háznak ott a homlokzatán, ahol a nyíl mutatja, az az elem, amit az előbb mutattam. Ezek az elemek nagyon sokszor le vannak festve azzal, amivel a vakolat le van festve, tehát amúgy nem is gondolná az ember, hogy Zsolnay kerámia, de ezek nagyon fontos. És fontos elmondani, hogy ezek a termékek mióta vannak a homlokzatokon, és bírják az időjárást, ugyanúgy időjárásálló és nagyon jó minőségű termékek. Ez az egykori Zsolnay barázdár épülete, ami ugye először idősebb Zsolnay Miklósnak, aztán később Vilmosnak, aki a kereskedelemben volt érdekelt a második fia Miklósnak. Ezt a bazár épületében megvett egy másik ingatlant, ahol egy belső udvaron keresztül lehetett a két épülettel az összekapcsolódást, és ott is ugyanezeket az elemeket ő a saját öccsétől megvásárolta, sőt az öccsének az épületdíszítő elemeit árulta is a bazárba Vilmos, tehát itt volt egy együttműködés. És a 1860-as évekbeli kereskedelmi és iparkamarai jelentésben azt írják, hogy kiváló minőségű épület kerámiát gyárt az akkori Zsolnay gyár, itt is egy másik, ez meg zöldre van festve, tehát ezek terrakotta elemek, ami azt jelenti, hogy máz nélküli égetett agyag termékek, és általában le vannak festve különböző homlokzati festmények. És akkor még egy szó, hogy oké, de akkor mégiscsak miért van mindenhol ez, hogy akkor Ignác tönkrement. Tehát ez, hogy tönkrement, ez nem mindig Ignácra kell kenni, hanem a körülmények is közrejátszottak itt. A kiegyezés előtt volt egy olyan történelmi pont, hogy az osztrák uralom nem nézte jó szemmel, hogy kezd a magyar ipar fejlődni, és volt egy szándékos letörése a magyar iparnak. Tehát egy olyan vámuniót hoztak például be, hogy a cseh olcsó áru, az vám nélkül özönlőhetett be Magyarországra, viszont a cseh jó minőségű nyersanyagot viszont tilos volt behozni. Tehát, hogy volt egy gazdasági hátrány. Ignác életében volt két személyes tragédia is, két lánya született, és mind a kettő egy éves korában meghalt, és sok körülmény volt, ami miatt, de főleg a gazdasági válság, ami arra vezetett, hogy végülis eladósodott ez a gyár, és pénzügyi problémákkal küzdött. És ekkor kérte Vilmos segítségét, ugye a testvérét, aki először pénzt investált ebbe a gyárba, de később aztán Ignácnak úgy alakult az élete, hogy Bukarestbe távozott a felesége révén, ott volt a kapcsolata is és végül is nem jött vissza. De akkor Vilmosnál maradt kvázi a gyár, de először ő is bezárta, mert olyan volt a helyzet, hogy abban a gazdasági helyzetben, és neki is a kereskedelmi vállalkozása nehézségekkel küzdött a körülmények miatt. Tehát éppen 2 évre ő se foglalkozott vele, és bele is kellett tanulnia a kerámikészítésbe. És utána indult a fellendülés a kiegyezéssel. Tehát Ignácnak az a kiegyezés előtti nehéz helyzet okozta az, hogy nem az ő nevén maradt ez a gyár. Szóval ennyit Ignácról, ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy tényleg, ha valaki olvas a gyár történetét, akkor ne söpörje le Zsolnay Ignácot egy mondatta, hogy ő csődbe vitte. Nagyon jól le van írva az egész körülmény ebbe a könyvbe, ez Matyasovszky Zsolnay Miklósné Gosztonyi Erzsébet, az Elfeledett Zsolnayiak című könyve, aki a többi Zsolnay nem annyira frekventáltan híres Zsolnay személyiségnek a történetét nagyon klasszul mondja el, úgyhogy ezt tudom ajánlani azzal, aki bármit is leír egyszer a Zsolnayról.
Tehát az építészeti kárám, amikor a Vilmos ugye újra nyitotta a gyárat és elkezdte a fejlesztéseket, ő egy nagyon ambiciózus ember volt, és ő is bele akart tanulni ebbe a kerámia készítés folyamatába, úgyhogy vegyészetet tanult egy kémikustól, és próbákat végzett, és utána nézett, hogy mi is ez a kerámia, és hogyan kell lenni, és az építészeti kerámiát az tovább vitte azt, amit Ignác kezdett el, tehát ő is gyártott épületekre. Ő mindig meg volt áldva azzal a képességgel is, hogy mint kereskedő nagyon tudta, hogy mi az, hogy a piac, a marketing, hogy kell megfogni valamit, hogy lehet eladni, az igényt összehozni az eladással. Tehát ilyen szempontból szerencsés volt, hogy ő 40 éves elmúlt már, és egy nagyon jó kereskedő múlttal rendelkezett, mikor ez a nyakába szakadt, hogy akkor most kerámia gyár, és nagyon alaposan akart eljárni, és ott fejleszteni. Tehát első években még ugyanúgy a pécsi épületekre szállít, és ha Pécsen sétával kinyugodtan néz az épületeken, rengeteg épületen találhatók ezek az elemek. És 1875-ben ugye egy mintakönyvet küld a partnerének, hogy Budapestre, hogy hirdesse ezeket az elemeket, hogy az építészek kapjanak rá, és úgy tervezik az épületet, hogy onnan vásárolják ezeket az elemeket, ugye nem kell akkor kőből kifaragni, ezeket sorozatban lehet ugyanazt az elemet gyártani, és ha betervezik az épületbe, akkor az milyen jó. És már hirdetést is fölad, ugye ez is a kereskedői véna később, hogy... És az első budapesti megrendelés 75-ben a Fettig ház, Bródi Sándor utca 2-es szám, ez az a ház, amit senki nem gondolna, hogy zsolnai kerámiával van burkolva, ugyanis itt is az elemek le vannak festve a vakolattal együtt, tehát akár lehetne román cementből, vagy valami más vakolatöntési technikából is, de ez már bizony kerámia, ide rengeteg elemet szállítanak. És akkor egy újabb mérföldkő, ami nagyon fontos, ugye amikről eddig beszéltünk, az mintarakotta elemek, tehát a mázas elemet nem raktak homlokzatra vagy épületre még ebben az időben. Ugyanis ha máz érte a beépített elemet, és hátulról vizet kapott, a víz elől nem tudott távozni, ez nagyon fontos időjárás állósági tényező, hogy ugye a víz jön, megy a kerámiába, és általában azt a mennyiségű vizet, ami egy esőből éri, azt jön és megy, beszívja, eltávozik, párolog, tehát nem fagy szét, és ezt bírja. Viszont ha egy máz van, az egy vízzáró réteget ad a felületén is. Mondjuk a hátulról is megszívta magát, elől nem tud távozni, úgy jön a fagy, tehát hogy valahogy a mázas kerámiának a homlokzatra és épületekre való feltétele, ez több kísérletet is váratottak még a kísérletek, hogy ez hogyan lehetséges, és ezért egy nagyon ikonikus épület, ahova Zsolnai személyesen jött föl és felügyelte a felrakását ezeknek az elemeknek, ez az Ybl Miklós tervezte Várkert bazárt, ahol ennek a lodzsának a homlokzatán a hatalmas kerámia elemekkel van burkolva, de itt is még azt kell tudni, hogy nem engedték teljesen a szabad felületre ezt a mázas kerámiát, hanem azért itt valamilyen szinten védett helyen van, még nem tudták azt bevállalni, hogy mázas kerámia teljesen a felület. És tulajdonképpen most a pár évvel ezelőtti helyreállításnál azt lehet mondani, hogy két ilyen fülke van ugye ezekkel a kerámia elemekkel burkolva, és azon a részen pusztultak jobban, ahol az időjárás beesett, tehát az északi széllel a csapó eső. Tehát lehetett látni az időjárás miatti pusztulását ezeknek, most ugye egy gyönyörű helyre van állítva. Itt még azt ki kell hangsúlyozni, hogy ezeket az elemeket még akkor a Várkert bazáron nem mondjuk pirogránitnak, ezek ugye a mázas elemek, de ez egy... ugye vörös agyagból készült, és egy fehér borító réteggel borított kerámia termék. Itt a fehér réteg azért fontos, hogy az átlátszó máz az ugye, ha az egy nagyon szép színeket tud így eredményezni, a fehér alapra van felhordva, úgyhogy ez egy ilyen termék volt még. Itt ki kell hangsúlyozni, hogy mindig fejlődtek a termékek, tehát a Zsolnai a bányákat fölkutatta, megvette, szerződést kötött, kibérelte, és próbákat égetett, és mindig fejlődött ez az anyag. Tehát nincs egy egynemű pontos recept, hanem itt egy fejlődésről van szó. A Steinl Imre tervezte királyi
műegyetem épülete, ugye 1880-as években épült a Múzeum körúton, és itt is már megtalálhatóak a mázas zsolnai kerámia elemek. Azután a általános kiállítás műcsarnoka, ugye a Városligetben, ez az épület is nem régiben újult meg. Itt is a kerámia burkolat, itt olyan képeket szeretnék mutatni, hogy az az elem, ami mázas és kerámia díszítő elem is ott van a homlokzaton, az mennyivel jobban bírja, mint nyilván ugyanezen az épületen, ugyanebből az anyagból van az a kerámia fülke, ami jóval kinyúlik a homlokzatból, és ennek a pusztulása szemre vételező döbbenetes, tehát hogy milyen az, amikor egy kerámia anyag tényleg lepusztul egy időjárás. De itt is a körülmények, egyrészt, hogy ki van téve teljesen, másrészt, hogy belül, ha látják ott, ki van falazva, és hogy közvetlenül kapcsolódik a kifalazott anyag, malter, habarcs, különböző méz komponensű anyagokkal, amik szintén pusztulnak, és állandóan jön az újabb eső, és sókat kezd el mozgatni, azok vándorolnak, tehát ez vezet egy kerámia termék pusztulásához, hogy egyszerűen elkezdi megenni az időjárás. Ezek ilyen drámai képek, így még a felújítás elől a műcsarnok, a Városligeti műcsarnok épülete, ami ugye nem régen lett. És akkor ugyanebből az anyagból nyilván a homlokzaton, ott nem pusztult le. Itt van egy idézet, ez a Zsolnai Teréz visszaemlékezéseiből, amely egy elég alap zsolnai gyárról szóló könyv, hogy Zsolnai mintát küld 85-ben Stendl Imrének, aki ugye akkor már az országház tervezésén dolgozott, hogy elnevezi ezt az új anyagot, hogy most kifejlesztett egy újat, és az nagyon jó, és azt Stendl masszának fogja nevezni. Itt lehet megint azt érzékelni, hogy Zsolnainak ez a kereskedelmi vénája és marketing fogása, hogy megajánlom a nagymesternek, hogy hát ha beburkolja az egész országházat zsolnai kerámiával. Végül ez nem így történt, hanem az országház 10 darab belső udvarának a burkolatára kapott megbízást, hát azért az is elég sok, és 1891-től kezdte szállítani az anyagot, és ez a név, hogy Stendl Massa, ez nem lett tartós, ez csak néha meg van említve, hogy így hívják az épület kerámiát, de ez nem maradt meg, feltételezem, hogy Stendl Imre jóval szerényebb ember volt annál, mint hogy ezt ő így elfogadja, és szerintem neki a hiúságára ezzel nem lehetett hatni. Különböző okok, ez egy gondolom egy másik előadás lenne, hogy aztán végül is hogy került az országház homlokzatára kő és nem pirogránit, ez most nem erről szól. Ezek a belső udvarok, tehát egy ilyen pártázat díszítmény, és ezekbe a növényi motívumok, ezekbe a fülkékbe, amik szinte csak az állványról fölülről lehet látni, mert nagyon magasan van amúgy. Egy nagyon fontos épület, amit meg kell említeni, ez a Váci utcai Tonetház, ami az első olyan épület Budapesten, illetve hát szerintem az országban, ahol a teljes homlokzat zsolnai kerámiával van burkolva, ugye ez Lechner Ödön tervezte. Gondolhatjuk, hogy Lechner Ödön és Zsolnai Vilmos barátsága talán ennél az épületnél kezdődik. Azt meg kell mondani, hogy miután beindultak ezek, hogy az épületekre kerültek a zsolnai kerámiák, nagyon sokszor a személyes barátság alakult ki az építészek és a Zsolnai Vilmos között, tehát több építész is gyakran járt le Pécsre, és ez egy együttműködés, hát kell is, hogy egy ház fölépüljön, hogy a gyártmány stimmeljen, tehát hogy ezek az együttműködések sokszor barátságba torkoltak, és viszont a barátságok együttműködésbe, szóval ez egy nagyon fontos lépcsőfok. Itt egy közelebbi kép a Tonetházról. Aztán mindannyian jól ismerjük az ikonikus épületeket, amikor már nagyon 90-es évektől már nagyon sok volt a megrendelés, Kecskeméten, akár Szegeden, tehát hogy nagyon sok fele, Pécsen szintén épületeken. És most egy kicsit azt szeretném bemutatni, hogy ezek a kerámiák, amik fölkerültek ezekre az épületekre, amiket az imént is megnéztünk, hogy egyáltalán nem egyneműek, és nem lehet mondani, hogy mindegyik ugyanolyan. És akkor hol kezdődik az a vonal, ahol én ezt pirogránitnak kezdtem hívni, és nem építési
terakottának, meg nem tudom, sok elnevezés van, és egy kicsit ott a korabeli írásokba próbáltam megkeresgélni, hogy hol van ez a pont, hogy egyszer csak Pirogránynak hívek, és akkor onnantól már mindenki. Ez a Szent László templomnak egy tető eleme, aminek ilyen a törés felülete, és ha egy makrofotót nézünk, akkor látjuk, hogy sokféle anyag és samot és homokszemcse van belekeverve. Ez az Iparművészeti Múzeumnak egy hasonló tetődíszeleme, sárgamázas, ennek a makrofelvétele már teljesen más képet mutat. Ez szintén az Iparművészeti Múzeum egy berepett ablakelem, mikor leemeltük. Ez egy mázatlan pirogránit, ami teljesen fekete lett. Ezt nyillal mutatom, hogy ott a borda beszakadt a vakolatba, de hogy maga a pirogránitnak itt ez a színe lenne, nem az a vöröses. Tehát az Iparművészeti Múzeumot, ha elgondolják, és a mázatlan részeknél ezt a színt kell elképzelni, csak ez úgy megfeketedett, ugye? És akkor a makrofelvétele egészen más. Itt megint egy Iparművészeti Múzeumos elem, itt azt lehet látni, hogy kétféle massza van, az egyikben a finom szemcsés, és aztán a belülről egy durva szemcséssel van megerősítve, tehát a negatív formában kétféle masszát, ahogy préseltek. Ezekre anyagvizsgálatok is léteznek már ezekre az anyagokra, de most ezekkel a kémiai dolgokkal itt gondoltam, hogy nem mutatom a kedves közösséget. Ez is az Iparművészeti Múzeum eleme, és ez pedig egy hófehér masszából van, tehát egy teljesen más megjelenés. Ez egy nagyon porózus Weiss masszának hívják így az iratokban, ahogy néztük. Ez is fölkerült az Iparművészeti Múzeumra. Ez a parlament épületének egy eleme, amit leszettek a helyreállításkor, mert rendkívül sérült. Ez is nagyon megfekedett, ez szintén egy ilyen világos fehér színű anyag. Ez pedig a Iparművészeti Múzeum lanternájának egy letörött darabja. Itt most csak mutatok egy párat, hogy itt azt akartam csak szemléltetni, hogy a sokféleség megjelenik mindenhol, és hogy mégis akkor hova soroljuk ezt az építészeti kerámiát, hogyha megpróbálnánk. Itt most csináltam egy nagyon leegyszerűsített és lebutított csoportosítást arra, hogy hogyan szoktuk az égetett kerámia termékeket csoportosítani. Két nagy csoportot szoktunk megkülönböztetni, ugye a porózus szövetűt és a tömört, ami nagyon fontos. Azért fontos, mert nagyon sok irodalomban és régi irodalomban is mindig azt mondják, hogy azért fagyáló, mert tömör, és ezt itt szeretném leszögezni, hogy nem azért fagyáló valami, tehát ami porózus, az is lehet fagyáló, hogy ezt ne keverjük össze, persze, hogy ami tömör, azt el tudjuk képzelni, hogy az nem hatol be a víz, tehát nem tesz benne kárt, de hogy itt azért ez fontos. És akkor itt van felsorolva, hogy a porózus szövetűnél ugye a színesre égő és a fehérre égő két nagy csoport van, és a tömörnél is a színesre égő fehérre égő, ami ugye a fehérre égő, úgymond a legnemesebb kerámia anyag, a porcelán, az a vége, az a csúcs minőség, ha így lehet mondani. De persze a többivel sincs semmi gond. Itt, ahol egyenlőség jelentettem, ott a szinoníma szó, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy aki a kerámia termékekkel foglalkozik, az mindig belegabadjodik a nevezéktamba, sajnos nem egységes, és itt is látják, hogy mennyi olyan szó van, ami majdnem összekeverhető, hogy a kőedény és a kőcserép, hiába azt mondanám, hogy ez biztos ugyanaz, nem, az egyik az tömör, a másik porozus, viszont a kőcserép, kőanyag, kőagyag, kőgyurma, ezek viszont szinoníma szavak. És emiatt, hogy itt ez a nevezéktan, ez eléggé sok hiba lehetőséget rejt magában, ezért van az, hogy bármilyen irodalmat vagy régi szakirodalmat olvas az ember, nem mindig higgye el, hogy amit írnak, tényleg arra gondol, mert hogy ezek a szavak sajnos össze-vissza keveredtek, és most ebbe a katyvaszba szeretnénk még a pirogránitot behelyezni, és meg erre teszünk egy kísérletet. Hogy mitől függ, hogy egy kerámia termék az előbb felsoroltaknál hova kerül, az a nagyban függ a nyersanyag összetételétől, ugye mi a nyersanyag, a kerámia termék, az agyag, és attól, hogy megvan az agyag, már ott van a kezünkben, a másik, a gyártás technológia, azon belül is nagyon fontos az égetés kivitelezése, tehát a felfűtés, és hogy milyen hőmérséklet a végső, amit megadtunk annak az agyagnak. Az agyag ugye a hőben egy kémiai átalakuláson megy át, onnan már nem lesz vízoldható, és egy teljesen más anyag lesz, de egy bizonyos hőmérséklet fölött szintén megolvad és üvegesedik. És és elveszti az alaktartóságát. És azt a hőmérsékletet kell megtalálni, ami még kiég, de még nem olvad el. Ugye a fazekas agyagot akár
a határba, a falu szélén fogták is ki a földből, tehát ki kell bányászni. De minden helyen másféle agyag, ha leásunk a földbe, egy másféle alapanyagot találhatunk. Tehát az agyag tulajdonképpen a földpáttartalmú kőzetek málásából keletkezik, és itt kettőféle anyagot tudunk megkülönböztetni, az az agyag, ami a átalakulási helyén marad, tehát nem vándorolt el az átalakulás után, nem hordta el a földnek az ereje, tehát az a folyó, a víz, és nem lett belőle hordalék, az a kaolin. Ezek a kaolin telepek mindig a földpáttartalmú kőzetek közelében találhatók, logikusan, mert most mondtam ugye, hogy nem vándorolt el. És a másik, az az átalakult kőzet, ez egy másodlagos helyen rakódik le, és ez alá, hogy elhordódott, és mindenféle más anyagok kimosódtak, belemosódtak komponensek, tehát innentől kezdve egy átalakult agyagról van szó. Na most az, amely pedig egy ilyen másodlagos helyen lerakódott agyag, az a fazekas agyagtól a tűzálló agyagig rettentő széles skálán mozog, hogy mikor tartja még meg a formáját, és mikor olvad el, és mit lehet belőle csinálni. Tehát a kerámia végterméket a 19. század előtt nagyjából, amit kibányáztak a földből, és akkor megformázták, égették, az olyan volt. És a 19. századtól nagyon-nagyon jellemző, hogy a bányászott nyersanyagokkal kísérleteket végeztek, és elkezdték őket keverni, hogy egy kicsit ebből, egy kicsit abból, és akkor megváltoztatom a tulajdonságát az agyagnak. Ezt, hogy a 19. századtól keverik a nyersanyagokat, egy kis csúsztatás, itt most úgy értem, hogy akkor már nagy számban, ugyanis hát a 18. században, amikor ugye európai porcelántra rájöttek, hogy ott a kaolin a fő alkotó rész, maga a porcelán is egy kevert massza, tehát utána azért még keverni kellett hozzá ezt-azt. Itt most azt értem ez alatt, hogy akkor, amikor már nagy üzembe kezdtek gyártani, akkor így tudták befolyásolni a végterméknek a minőségét. Most ugyanezt az ábrát beraktam még egyszer, hogy tehát csak a kaolin, ami ott külön van, a fehér égő, és amiben porcelán lesz, és itt a porózus és tömörnél a színes régőtől fehér égő, és ezt a csoportot lefedi a fazekas agyagtól a tűzálló agyagig egy nagyon hosszú paletta. Matyasovszky terék visszaemlékezéseiből rengeteg ilyen kis utalást találunk, hogy Zsolnai Vilmos mennyi kísérletet végzett, és pontosan ezeket az agyagokat hogy próbálta, hogy följegyezte a kis füzetéből, hogy melyik agyaga, mi történt, melyik milyenre jó, átkutatta nyersanyag után, kísérletezett, és amilyen nyersanyag jó volt, azt a lelőjét vagy kibérelte, vagy egyszerűen megvette. És ebbe később nagyon nagy segítségére volt Matyasovszky Jakab, aki geológusként dolgozott a Földtani Intézetben még előtte, és megcsinálta a magyarországi agyaglelőhelyek feltérképezését, és ő később Zsolnai Vilmos lányát vette feleségül, és a családban kezdett el tevékenységni. Tehát ilyen családi geológusa is volt a Zsolnai Vilmosnak, aki aztán tényleg meg tudta mondani, hogy melyiket és hol kellene megvenni. Ez is egy idézet ebből a könyvből, itt csak ezt, amit kiemeltem, azt mondanám el, hogy hányféle a próbáihoz különféle pécsváradi, tetjei, bilicsi, lápisi, várajai, révi, csúcsai, tehát itt egy felsorolás van, hogy mennyi anyagot szerzett be, és különböző összetételben vegyítette, próbálta, és ez az a nagyon sokféle próbálkozás, hogy azt lehet mondani, hogy ez a termék nem állandó, ezért találunk minden épületen másfajtát, mert itt egy kísérletezés volt. Itt most két személyről szeretnék még beszélni, akik a Zsolnai gyárral kapcsolatban és ebbe az egész akkori korabeli kerámia iparban nagyon fontos személyiségek. Az egyik Petrik Lajos, vegyész-kémikus, ő az, aki a Magyar Állami Földtani Intézet számára végezte ezeket a kutatásokat, amit az előbb említettem, és itt van ez a kiadvány, az agyag, üveg, cement, ásványfélék iparnak magyarországi katalógusa. Ez az, amit Matyasovszky Jakabbal ketten csináltak, és fölmérték a magyarországi lelőhelyeket, és kikísérletezték, hogy melyik agyag milyen hőfokon olvad, és mik az összetételei. Azért tettem ide most Petrik Lajos, mert ő nagyon sokat publikált, és sokszor kérték őt az agyagipari termékek leírásáról, és fogom itt az idézeteket tőle majd
még berakni, és a másik személyiség pedig Varta Vince, aki szintén egy kémikus és kerámia ügyben tevékenykedő, aztán később a Zsolnai Vilmossal nagyon jó kapcsolatban lévő személyiség, aki szintén sokat publikált, írt, és az agyagok és kerámiák területén nagyon sok megjegyzést tudunk neki. Itt van Petrik Lajosnaktól egy idézet a 85-ös országos kiállítás katalógusából, hogy honunkban eddig tudomásunkkal csak Zsolnai tett kísérletet a kemény terrakottának előállítására, és kőanyagból nagyobb terrakotta tárgyakat is készített. Tehát itt van most ez a kőanyag, amit én az előző ábrán a tömör kerámiákhoz soroltam, ami nem igazán fedi a pirogránitot, ami porózus termék, tehát hogy azt szerettem volna szemléltetni, hogy egy-egy ilyen mondatban mennyi ellentmondás lehet, és hogy mennyi kavarodás, amit már említettem a kerámia nevezéktanból eredően. Ez pedig egy Varta Vince levél, ami az Iparművészeti Múzeumnak a adattárában van manapság. Itt ő arról ír, hogy ő is bevizsgált egy kerámia anyagot, és itt megemlíti, hogy a valódi pirogránit, itt szerepel ez a szó 1889-ben, azt írja, hogy a párizsi kiállítás orosz osztályán volt kiállítva, és a mi kerámit gyártmányainkra emlékeztet, és majdnem tömörre volt égetve. Tehát itt van már egy pirogránit megnevezés, hogy ez egy orosz találmány, és a mi kerámit termékünk hasonlít. Itt most megint visszaraktam ezt az ábrát, hogy a kerámitot hova soroljuk, az ugye egy tömör, színesre égő kerámia termék, és itt fog befigyelni a történetbe Görgei Artúr, amit az elején kérdeztem, hogy mi köze ennek az egészhez, hogy Görgei Artúr a számüzetése alatt vegyészetet tanult, és szintén a kerámiákkal kísérletezett, és mikor hazatelepült, akkor Kőszénybányás Téglagyár Társulat Pesten nevű cégnek lett az igazgatósági tagja. És Külhomban ezek a vegyészeti kísérletei arra irányultak, hogy mikor olvad meg az agyag, és mi van akkor, ha egy könnyen olvadó agyagot kiégetve porrá törünk, és belekeverünk tűzálló agyagba, ami magasabb tűzt is kibír, és magasabb tűzön kiégetjük, akkor az az agyag, ami már alacsonyabb hőmérsékleten megolvad, az egy olvadék lesz, és tulajdonképpen így kvázi összeragasztja, tömörré tesz egy olyan anyagot, ami a tűzálló agyag miatt megtartotta formáját. És ez az ő kísérletei nyomán továbbfejlesztette ez a gyár, a későbbi Kőbányai Drássegyár, és ez a kerámit termék, amire rányomták ezt a nevet, tehát ez egy magyar találmány, és Görgeihez köthető. Ugye ezt mi ismerjük, ezt az útburkolatot, nedves időben csúszik. Ez egy hirdetés a korabeli lakóból, legújabb újburkolati anyagszer, kerámit kongókő, és hogy milyen méretekbe lehetett. Tehát Petrik, vagy Varta Vince ehhez az anyaghoz hasonlítja az orosz pirogránitot. És találtam a Magyarországi Közgazdasági Értesítő 1888-as találmányok leírása külön számában egy mesterséges gránitról szóló leírást, aminek a föltalálója Krisztofovics Péter Szentpétervárról, és itt le is írja az eljárást, és ő ezt pirogránitnak nevezi, ő ezt ilyen műkőként, tehát inkább műkőnek sorolja, holott egy kerámia termék egyébként. És pontosan azt csinálja, amit az előbb elmondtam, tehát, hogy a könnyen olvadó kerámia termék megolvad egy bizonyos hőmérsékleten, de össze van keverve tűzálló agyaggal, és így akkor megtartja a formáját. Tehát ilyen szempontból tényleg párhuzamot lehet vonni a kerámittal. Találtam orosz honlapokon, ez Borovicsban, Oroszországban bányásznak olyan agyagot, amiből ez készül, és Szentpétervári utcákat burkoltak vele, és ott a szépen ciril betűkkel még bele is van pecsételve, hogy pirogránit. Itt egy egészen mutatós példája van ennek. Azután 1890-es gazdasági mérnök is ír erről, hogy ugyanezt leírja, itt most nem kell az egészet elolvasni, tehát ez egy orosz találmány, a pirogránit, és hogy egy műkőnek titulálja. És azután minden évben a Magyar Közlönybe ez a Krisztofovics Pál Szentpétervárt mindig
mindig újra fenntartja ezt a szabadalmát érdekes módon. Ez kint a Borovicsiben a Kerámia Múzeum kiállításán egy kép ott van alul a pirogányit, és nagyon hasonló burkolati terméket egyébként a Zsolnai gyár is készített, de hogy ezt nem pirogránynak hívjuk, hanem kőagyagnak, vagy kőcserépnek. Tehát, hogy itt Magyarországon ez egy másik név alatt fut, de látják, hogy milyen hasonló ez az orosz pirogránithoz, de ez itt itthon nálunk mást értünk alatta. Sűrűségben is hasonló, megjelenésben is hasonló. A különböző épületekről begyűjtött kis mintáimon végeztem vízfelvételi vizsgálatot, hogy mennyire porozus egy termék. Ugye ez a nyitott pórusokat, nem a tényleges porozitást méri, hanem a nyitott pórusok mennyi vizet vesz föl. És hát a vízfelvétel, amit mi most pirogránitnak hívunk, a 10 és a 17% között nagyon széles skálán mozog, tehát ez se, és a sűrűsége pedig oda van írva. Tehát hogy ezt szerettem volna még mutatni, hogy ezeknek a termékeknek viszont a vízfelvétele 5% alatt van, tehát inkább a tömör termékre mondhatnánk, és a sűrűsége is jóval nagyobb. És akkor megint Petriket idézem itt az Agyagipar című cikkében, hogy a pirogránit nem más, mint zsugorodásig keményre égetett kőanyagárú. Tehát itt megint azt írja, hogy az a pirogránit, holott nem az, és ezt meg kell itt bocsájtani, hogy ez a sokféle név kavalkád, ez valahogy olyan, mintha a Zsolnai nem tudatosan használta volna ezt a pirogránit nevet, hanem egyszerűen rajta ragadt volna, úgyhogy folyton hasonlítgatták ehhez az orosz pirogránithoz. Mert egyébként a kőgyurma árnyuk katalógusa a Zsolnai gyárban az tartalmazza, amik tényleg kőgyurmák, tehát a tömörre égetett tűzállóagyagból készült csövek és kémények, és ezeknek a vízfelvétel, ez az Iparművészeti Múzeumnak egy kéménye, 1,8%, tehát tényleg tömör, ez a kőgyurma áru. De hogy nem ezt hívjuk pirogránitnak. Szentpéterváron azt írják, orosz honlapokon néztem, hogy a vérző megváltó temploma is abból az orosz fajta pirogránit burkolattal van ellátva. Erről találtam néhány képet, hogy ez így néz ki. Plusz még abban a kiállításban, Borovicsiben két ilyen szobor is van, amit szintén pirogránitból mondanak. Na most ugyanez, ami nálunk kőagyag áruként, a Zsolnai is ugye készít szobrokat is, de hogy nem ezt hívjuk pirogránitnak itthon. És milyen hasonló ez a kémény anyag is ahhoz, ami az orosz pirogránit. És meg kell még említeni a Zsolnai Malmuzóleum két oldalán eredetileg lévő oroszlán sort, ma már mázas kerámia, de akkor Zsolnai halála után az sómázas kőgyurma, tehát kőcserépből készült. Ez a János Pannonius Múzeum udvarán van, ez még egy eredeti oroszlán. És akkor ez egy nagyon aranyos mondat, tehát hogy a Zsolnai pirogránit terrakotta, most már úgy írja, azon kívül még gyárt közönséges terrakottát és építési majolikát. Na most, hogy melyiken mit ért Petrik Lajos, aki tényleg hát ezzel foglalkozott, és az agyag és a kerámia volt a szakmája, itt nem lehet ezt kibogozni, tehát hogy most melyiken mit értett, és akkora összekavarodás van. És igazság szerint ez egy kicsit megmosolyogtató. Matyasovszki Zsolnai László vegyészmérnökként és szilikátmérnökként dolgozott a Zsolnai gyárban később. Ez egy 1954-ben megjelent könyve, a finom kerámiai kézikönyv, kétkötetes könyv. Ez a mai napig egy nagyon-nagyon jó kerámiával foglalkozó embereknek egy nagyon jó szakkönyv. És ő is így hidalja át ezt a katyvaszt, hogy a pirogránit egy kőanyag nyerhasanyagához hasonló, tehát ő már azt írja, hogy hasonló, tehát így finoman itt próbálja ezt a mit minek nevezünk ezt kicsit áthidalni. Ez egy ilyen receptkönyvből egy receptet másoltam ide ki. Ez pirogránit massza, hogy lehessen látni, hogy ez hányféle anyagból van összekeverve, tehát van egy nagy negyed, több mint negyed része ugye samott, ami égetett kerámia törmeléket jelent, és ez is fontos, hogy az a törmelék, az milyen kerámiából volt előtte égetve, és milyen szemcsére van, tehát ez mind nem mindegy, milyen szemcsére van törve. Poltári agyag, erős porcelán, blanszkol, földpát, beregszász, kovásznói agyag és nagymihályi agyag
keverékéből áll össze, ez egy recept, de van többféle recept, és hogy ez az anyag mindig fejlődött, ezt szerettem volna mondani. És van egy még egy nagyon klassz könyv, a magyar korona országainak megvizsgált agyagai, ez a címe, ez 1905-ös, Kalecsinszki Sándortól, és ő hivatkozik erre, hogy eddig Petrik Lajos vizsgálta az agyagokat itt Magyarországon, és ebben összefoglalják. És ha ebből a receptből például itt az összes ABC sorrendben az összes agyag lelőhely és az agyag tulajdonsága benne van ebbe a könyvbe, hogy úgyhogy ha itt fölütjük például a beregszászi agyagot, akkor itt van leírva a lelőhely, beregszász vasútállomástól 6 kilométernyire, hol található az agyag, milyen tulajdonsága van, és itt van, hogy a telep tulajdonosa, beregszász városa, bérlője, Zsolnai gyár Pécset. Tehát ez csak az egyik adalék. Ha itt akkor föllapozzuk a következő, itt a poltári agyagot, az ugyanígy le van ide írva, hogy a vasútállomástól mennyi a Zsolnai gyár használja, hány vagon termelnek ki, hogy néz ki, és rengeteg, itt több mint 1000 féle agyag van bevizsgálva, megvizsgálva és leírva, hogy milyen. Tehát ez a termék egy változó összetételű porozus kerámia termék, és én a végére szeretném még ide tenni, hogy én a pirogránitot oda tenném, hogy porozus szövetés vagy színesre, vagy fehéreig, attól függ, hogy milyen nyersanyagot használnak. És az orosz pirogránit az, ami tömör, és oda a kerámit alá én besorolnám, ha megengedik. Igazából ennyit szerettem volna mondani, remélem, hogy érthető volt, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a megtisztelő meghívást. Viszontlátásra!